Sziasztok, kedves emberek! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Engem Robinak hívnak, és ti most a Bíbor Hol csatorna új videóját nézitek. Ha arra gondolnátok, hogy a hiba a ti készüléketekben van, meg kell nyugtassak mindenkit, ez nem így van. Ez egy új formátum, ami nem más, mint egy podcast. Ez egy kísérleti jellegű adás lenne, témája pedig a beszűkült látókör tiltott lapjai. Beszélgető társam is lesz Boti személyében. Sziasztok! Mint tudjátok, a Beholder hagyományos versenyében januárban négy profi és egy amatőr deck teljes lapkészlete kitiltódott. A Beholder tavaly is úgy írt ki versenyeket, hogy egy hagyományos januárra és két beszűkült látókört februárra és márciusra. A februári versenyhez kitiltott lapok listáját már a Beholder közé tette a saját oldalán, itt-ott láttam Facebook csoportokban is, és arra gondoltam, hogy ezúttal beszélhetnénk arról, hogy mely lapok tiltottak ki, ezek alapján hogyan és miképpen mik várhatóak, illetőleg megnézhetnénk azt, hogy a tavalyi évben kitiltódott lapok milyen szinten fedik át az idejéket, illetőleg a tavaly az első látókörös versenyeken milyen deckek tudtak nyerni. A lapok alapján arra lehet tippelni, hogy elsősorban a kontrollok fognak előtérbe helyezkedni, lévén nagyon sok olyan szín van, amiből az isteni szettek egyáltalán, vagy csak részben tiltottak ki, vagy egyáltalán nem. Így azt gondolom, hogy elég változatos metára lehet számítani. Én utána kerestem ennek, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tavaly mik tiltottak ki, és érdekes módon közös halmazt viszonylag kicsit találtam. A piros lapok közül az olyos léptek, a nukus oraja és a tűzrakás, ami elég érdekes, nem? De. Egyik sem olyan túlzottan erős lap szerintem. És a tűzrakás. Illetőleg pontosan az érdekessége, hogy egyik sem TL1 deck alaplapja le. Ez volt tavaly is az egyik deck alapja, mert hogy tavaly is egy gyűjtőgen volt az egyik. De akkor, ha jól emlékszem, Ócsai Laci volt az, aki egy bilincses gyűjtőgennel játszott, és ő tiltotta ki a nukus oráját és az olyos lépteket. A kékből a tűztomboló, a Timera gondolata és a Suzy csillogása tiltódott ki mind a kétszer, ami egy elég érdekes dolog, nem? Hát de, főleg egy nem gyakori lap esetében. Igen, meg hát igazából nem nagyon jellemző, hogy olyan lapokkal játszanának a metában, ami kifejezetten varázspontot termel. Igazából a kontrollok javarésze elfut viszonylag olcsón, így nem nagyon van szükség rá, és mégis most is, mint a tavaly, kitiltódott az első körben. A gyűjtőgemből még jó. Igen, jó, nem mondom, hogy nem jó, csak mégis számomra egy ilyen érdekes dolog. De ahogy tovább haladunk, a sárgából a harc elcsitul, az abszolút preventálás, a kiortudás, a villámhorgony és a Drakolder villám voltak azok, amik tavaly is a tiltott listán voltak, bár akkor a Drakolder villám még egy Drakolder decknek a Földi Viktor. Igen, következménye volt, igen, Viktor játszott vele. Most pedig egy csatamező, egy villám szinergiákra építő csatamező volt az. Érdekes, hogy ez a... Igen, Kurunci Dávid. Érdekes, hogy ez a lap alapvetően mennyire erős lett, hogy... Nullából kántere végül is. Hát egy zonszínámból. Igen, egy zonszínámból sebesz kettőt, igen. De hát az új matában már nulla. Hát igen, elég sokszor, az sajnos igen, elég sokszor nulla. Mint ahogy a videóból is láthattátok, Dávid elég gyors paklival és elég olcsó paklival játszott. Gondolom is véletlenül csatamezőzött, hiszen a leginkább a jágyaktól kellett tartania. Nyilván. Érdekes, hogy ezen kívül a feketéből van még azonos lapkészlet, a Dezi Sugár, a Gnoratti vérfarkas és a megrontott lélek, Totyogó-motyogóval kiegészülve. Ezek is szintén a
javarészt gyűjtőgenes lapok, és ezen kívül még a szintelemből a Kincses-sziget, ami tavaly is kitiltódott, és az idén is. Ezt nem tudom, talán Szabó Márki játszott vele? Igen, szerintem. Nézzük a kitiltott lapokat. Buffalo-ból az univerzális megoldás és a Gida. Igazából nem tudom, hogy mennyire fognak hiányozni. Hát a Gida szerintem sem mennyire, meg az univerzális megoldás sem. Hát az igazából igen, egy-két kontroll, amelyik belántja a szárnyából a lapokat, de nem, erre, nem nagyon jellemző talán manapság, hogy... Hogy erre, nagyjából szerintem már eltűnt. Erre épülne. Igen, a szintelemből Jagomir, a késdobáló, az ajándékozó, óriások földje, változatos morf, Tleikan, Manapilon, Kincses-sziget és Ragnarök, ezek tiltottak ki. Nem tudom, hogy ezek közül szerinted mi fog hiányozni. Tehát Ragnarök az biztos, nem? Igen, azt... talán a beszűkült kettőről a változatos morf, és a késdobáló, meg az ajándékozó. Igen, bár tudom, hogy te annyira nem szereted Jagumir, de azért az még mindig azt tudja, hogy valamit kánterel, és utána ott marad egy 6x6-os nagy lény, ami forrásra immunis, nagyon nehéz eltakarítani, úgyhogy... Én még mindig azt mondom, hogy az képes megnyerni egy jól összerakott paklival egy meccset. Talán ő is fog hiányozni, bár igazából javarészt ő szájdlapoknak, vagy szájdoknak a gyöngye. Hát nem tudom, Manapilon az a járjaknak hiányzik, már ha hiányzik. Hát igen, mondjuk az mai járjakban. Igen, mai járjakban általában ez nem annyira jellemző sajnos, hogy azok is olcsók. Bár nullából lapot húzott, úgyhogy annyira nem rossz. Így van. Menjünk tovább a pirosra. Ugye ott kiesett Péne, a végzett csirkító, Rikku, lángsuttogó, Nuku zsorája, zajos léptek, amiről már beszéltünk, tűzrakás, és a varkódal trágya, hát ezek mind gyűjtőgenes lapok szinte, vagy legalábbis a gyűjtőgen kontroll használta őket. Egész érdekes összeállítás volt Juffe részéről ez a kontrollos gyűjtőgenes vonal, mert a... Érdekes volt. Igen, mert a jelenések, ahogy megjelentek, lehetővé teszik, hogy a gyűjtőbe generált lapokat kiforgassuk, és ezáltal kontrolláljuk az asztalt, az ellenfél lapjait dervezgessük, vagy éppen leszedjük, ami azért elég nagy fegyvertény. Nem is meglepő módon harmadik helyet ment ez a pakli, ami... Na, rossz. Igen, ami tényleg nagyon, nagyon, nagyon ötletes és nagyon jó volt. Nem tudom, ezek közül mi fog hiányozni, ugye nyilván a piros szett az inkább tűz szinergiára épül. Igen, szerintem én igazából maximum a pénye, ami hiányozna, de úgy, vagy a tűz, meg a tűzrakás. De úgy szerintem ugye a többi úgy elengedhető. Hát igen, hogyha nem játszunk gyűjtőgennel, akkor mindenképpen. Hát igen. Haladjunk is a kékre. Az Elenioszból több spoiler is kiesett. Kiesett többek között a szirének hívása, a húzóáramlat, az illúzió szurkálás, kékvér oroszlán, kurc, lejra, ami nem túl meglepő, lélekcsapda, mentális tortúra, mentát oltalmazója, Suzy csillogása, Timera gondolata, transzörvénylő, tűztomboló, vakvégzet és a vízi tündér. Ez egy elég illusztris lista, hogyha lehet ezt mondani, nem? Hát igen, amúgy. De ezt annyiszor elmondtam, basszom. A savaborsa kiesett a kentereknek. Igen. Egyedül az isteni szettje maradt benn, a Timera gondolaton kívül. Hát igazából az nem is nagy baj, hogy kiesett, mert szerintem a leggyengébb.
Ezzel sokan vitatkoznának szerintem. Mert? Nem tudom, én több helyről, több embertől hallottam, hogy a bűvös forrás nem szereti annyira a kékben. Hát, szerintem jó erőforrás. Sőt, én szeretem használni. Kedvenc isteném a kék. Nyilván nagyon sok embernek az a kedvenc istenie. Igazából, ami biztosan érdekes, hogy hiányozni fog nagyon sok kontrollból az elejre, a lélekcsapda és a tűztomboló hárbas, nyilván ugye mindenhol alaplapok, de mondjuk... A vízitündér is. Vízitündér is, igen. Para hosszú távon. Igen, nagyon-nagyon parás, hogy ott van. Igazából a kurc nem tudom hány embernek fog hiányozni, hiszen maximum a szirének hívásának szokták eldobálni az emberek, illetőleg... A bűvös forrásnak. Bűvös forrásnak bekeresik és eldobják, de hát arra jó sivara is, hogyha játszol fehérrel. És hát gyakorlatilag nem tudom, hogy ő mennyire fog hiányozni. Gyaníthatóan a tábori adó harangmesterek nem fognak tombolni az asztalokon. Eddig sem tették a három szín óta. Úgyhogy, hogy kiesett az, annak a decknek az alapilapja, az viszonylag kevés embert érint szerintem. Hát eddig se volt, szerintem négy színben se volt annyira játszotta az adó harangmester. Az viszont érdekes volt, nem tudom, hogy mondtam el, hogy olvastam egy kommentben, DK kommentjét, hogy ő a döntőt addig nézte, amíg megérkezett egy kékvérű oroszlán, és ezen annyit nevetett. Teljesen eltűnt a kékvérű oroszlán az asztalokról, bár én régen nagyon-nagyon szerettem, mégis azt teszem észre, hogy nekem sem hiányzik úgy nagyon, hogy előszögyem. Nagyjából minden megfogja. Mert hát amikor ki tudna már jönni, addigra megfogja. Itt egy kontroll. Igen, és sajnos szegény szegény szintén kikopott. Hasonlóan az elme hatalmához, ami mondjuk tavaly még az első körben kitiltódott, most meg gyakorlatilag közel sincsen hozzá, hogy az asztalokon jelen legyen. Egy-egy bilincs, egy-egy börtön, de azon kívül szinte senki nem használja. Hát nem tudom, a mentális tortúra mennyire fog hiányozni, mert szerintem az pont az alap, amit szerintem bármikor ki lehet hagyni. Szerintem is amúgy nem volt rosszabb, de nem éreztem fontosnak. Tovább mennék akkor a Lea szekcióra. Itt az elemek illúziója, a dezintegráló sugár, ezer éves drakón, fekete patkány, felföldi ánylepke, gnoratti vérfarkas hálóvetés, 9 tagú maszkos banda, kisebb jégdémon, lélekgyűjtőpálca, megrontott lélek, Morgan szelleme, nagyobb életszívás, szörcsögő motyogó és a totyogó motyogó estek ki. Nem tudom, hát ugye ennek is jó a része gyűjtőgenes lap. Hát azért nem. Hát egy-kettő azért akad benne. Igen, azért nem a nagy része. Igaz. valóban igaz. Hát ebből nem tudom, mi fog hiányozni. Nekem az ezer éves drakón az egészen biztos. Hát szerintem amúgy... Ezt nagyon megszerettem azt a lapot, az elmúlt két hónapban rengeteget játszottam vele, és szerintem egy elég alpári dolgot tud azzal, hogy kézből elkeverve sebezés gyógyít. Nyilván, de szerintem azért kevésbé fog hiányozni, mint egy lélekgyűjtő pálca, vagy az elemek illúziója, esetleg szörcsögő motyogó. Én személy szerint a kisebb jégdémont is sajnálom, az elemek illúziójával is sokat játszottam az elmúlt időszakban. Ami szerintem nem fog hiányozni, az a nagyobb életszívás. Valóban. Szerintem nem toppágy. Igen, én is inkább szájlapnak szoktam használni, ha használom. Nem érzem benne azt az erőt a szingularitás miatt. Nem is tudom, melyik deck használta. Gondolom... Klubi. Klubi? Igen. Igen, ő már. Igen.
áramlásra leszel egy lapot. Igen, végül is valóban az áramlása nem annyira nagyon használhatatlan. Igen, valóban. Áttérnék a sárgára, ami rengeteget erősödött a tükördimenziókban. Ugye itt kiesett a gyenge ereje, harcelcsitól, három kívánság gyűrűje, az új ultraritka, ugye, abszolút preventálás, Darko a legnagyobb törpe, ami számomra egy nagyon meglepő dolog, Drakolder villám, Fellight bölcsessége, Fecelek kisebb óriás, Fluxus generátor, Kiorok tudás, Mahomi gólem, Ménkülménes, Perzselő homok, Rundal tüsszentése, Statikus gólem, Villámhorgony és Zulit kastélya. Hát mondhatni, hogy itt a színe java kiment a... Igen. És ugye... Hát, igen? Talán a legfájdalmasabb a Fernet bölcsi. Ez nagyon erős lap. Hát nem véletlen, most már dekkek épülnek le. Ugye az enyém is arra épült. Igazából Klujbi dekje is arra épült erősen. Én nekem a Ménkülménes is nagy kedvencemmé lépett elő. Irtózatosan erős a képessége, nagyon-nagyon nehéz megfogni, visszakenterelni rá. Ugye a Drakolder villámról már beszéltem, hogy szerintem az egy elég erős brutális kenter lett. Sebez, egy zanszilánkból jön a villám szinergiáknak hála. Szinte mindig van fluxus generátor, Zulit kastély, villámhorgony, tehát rengeteg olyan lap van, amelyik automatikusan kisüti. Ménkülménes. Hát akár a ménes is, igen. Ugye a Mahomi gólem az... Klujbi. Az Klujbinnel, ugye az áramlós képessége miatt volt benne. A statikus gólem, hát az ugye nyilván a villám szinergiákkal brutálisan erős. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy a sárga szekció szenvedte a legnagyobb károsodást, úgyhogy talán arra kell a legkevésbé számítani a következő. Hát igen. Mondjuk nem baj, mert nem maradt a halállista. Igen, a halállista, amit talán egyetlen egyszer láttam versenyasztalon kijátszva, sose láttam azon kívül. Hát egy párszor láttam, amikor volt a manós bőségzavara és manókövető, és akkor a mezők játszottak sárga és tinivel, és akkor halállistával is játszottak. A legnagyobb meglepetés szerintem az az, hogy a barna szekció a legnépesebb. Két deck is benne volt a tiltottak között, egy moa és egy óriás, és mivel a jó része ezeknek barna, ezért meglepő módon a barna lapok irtózatos mennyiségben távoztak. Például ugye a Dűnék királya, a Pofonok királya, az óriások fájdalma, az elsorvadt óriás, a Falánk óriás, a Goblin logisztikus, Krakkő óriás, Küklopsz börtönőr, Lassú pentadron, Malekis, meghibásodott gépóriás, megjavított gépóriás, Megtorló, Moa fegyvergyár, Moa fényvető, Ovgun, Ősminotaurus, Poloska, Szati, Sziklabehemót, Térszaggatás, Tiankris, Védőmengye és Zilagdin. Én számoltam volna, hogy egy moldeknél az Argum gólem esetlegesen megjelenik, de... Hát, valamiért nem jelent meg. Érdekes, igen, nagyon nehéz kifarmolni ezt a lapot, és ezek szerint nincs is belőle sok forgalomban, mert még HD-sem játszott vele, pedig egyébként egy moa deckben elég jó, hogy azonnaliként kijátszva le tudsz szedni, és jelzőt pakol a követődre. Azért kisütögeti az ellenfél körében, és a követőnek a jelzőkapós képességét, az nem annyira nagyon rossz, szerintem. Nem csak esre kapja? Nem. Ez kár. Pont az a lényege, hogy ki tudja sütni az ellenfél körében. Ebben a vicces. Ez szerintem annyira nem erős lap, hogy használjam azért kisüsem ellenfél körébe a képesség. Igazából igen, egy ilyen közepesen erős lap, igen, tehát egy közepes ritka.
javarésze az óriásoknak kiment, ami szerintem nagyon kevés embernek fog igazából hiányozni. Márkon kívül nem sok ember játszik mostanában az óriásokkal, bár ha jól emlékszem, ahogy hallottam, Szati egy melákos kontrollal ment valahol egy második helyet, nem olyan nagyon-nagyon régen. Tehát azért nyilván össze lehet belőle rakni egy jó kontrollt. Hát ami hiányozhat, az a goblin logisztikus majd. Meg a térszaggatás talán. Meg a, hát, talán a bűvel, a mog fegyvergyár. Igen, a fegyvergyárnak is egészen jó a tempója, meg a képessége. Kicsit, mintha erősebbre sikerült volna az átlagos lapnál. Igen, de azért így sem olyan túljátszott lap. Talán azért, mert a barna nem a legjobb, legjátszottabb kontroll szín. Hát, talán ezért. De amúgy egyébként... Lehetséges, hogy az új isteni miatt? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy feltétlenül az új isteni miatt, mert ugye az azért egy barna deckben nem annyira nagyon rossz. Azért annyira jó se. De mondjuk igen, én sem szeretem az ellenfélnek adott tempót igazából, vagy ha azt veszem alapul, radban sem szívesen játszom a nullifikálást, hiába nullás. Azért egy manát adni az ellenfélnek, az akár a vesztünket is jelentheti. Főleg egy dobóter. Talán ez nem titok, hogy a véleményem nekem is az, hogy nem az lett a legerősebb isteni a lapok között. No, hát én ezt szedtem, hogy tavaly a beszűkült látókör után milyen versenyeredmények születtek. Excelsiorban HD nyert egy tábori adó harangmesterrel, Klujbi lett a második egy kreátor követői héttörzs főnöke plusz főparancsnokkal, és Merényi Tomi egy lépéselőnye, ami goblinokkal játszott, az lett a harmadik. Aztán Fehérváron Horváth Dávid egy életenergia kontrollal játszott, ami ilyen gyógyulós kontrollra volt összerakva, de nem játszott benne sem isteni érzéssel, sem pedig univerzális megoldással, tehát igazából nem arra épült, hogy max életét feltolja és megnyerje. Fetsz volt ott a második egy pukival, ami egy lila kontroll volt, és Horváth Zsolt egy héttörzs plusz sötét manifestációs kreátorral lett a harmadik. Ezzel szemben a Beholderes versenyt végül Bubu nyerte kargokkal. Gice lett a második gyógyulós életenergiával, ez már egyetemen isteni érzésre játszott. Fetsz lett a harmadik hasonló pukival, mint a Fehérváron. Simon Ricsi egy csatamezővel lett a negyedik, Skupien Bence pedig bőség zavara plusz manó követővel lett az ötödik. Ezen kívül az amatőrben Búza nyert lépéselőnyel, Sebő Kálmos VH plusz átkozott követője előtt, és Pataki Eszterje egy kragja előtt. Ugye ebből sok mindenre nem lehet számítani, például lépéselőnyre, ugye? Az nem fog nagyon szembe jönni, és én azt gondolom, hogy mivel kiesett... Tárgykövetőse. A régi. A régi tárgykövetőse, így van, de mivel kiesett az ajándékozó, szerintem a kreator követő és dekekre sem kell számítani. Mire számítasz, mit lesznek a... Hát szerintem kontroll az még mindig lesz. Hát nyilván. Fehér színnel, meg vagy Sharannal, vagy Rotta. Rotta, igen, mert abból nem esett ki az új jó counter az interdimensionális gym. Hát meg úgy egyébként semmi se esett ki Rottból, tehát meg a Sharannból sem, meg igazából a fehérből sem. És mindegyik összerakható elég jó kontrollra, úgyhogy többfajta verzió is játszik ezek közül. És ugye gyakorlatilag a kék isteni szett is benn van még. Igen, az elég is. Mondhatnám a barnát is, de szerintem a barna az megvárja a harmadik kört is. De talán a fehér és a Sharan és a Rat, ezekre erősen lehet számítani. Ugye van egy új proféta követőnk, aztán ezen kívül ott a Ratnak a blokkolója, blokkolós vonala. És hát nem tudom, hogy mit gondolsz a csatamezőkről és a járjakról. Szerintem mező annyira még nem lesz, vagyis hát annyira nem lesz, mint
a beszűkült kettő. Járgyból, abból lesz szerintem több. Főleg Zsoltinak a blokkolós járja az elég érdekes felállásban tolta. Nem tudom, mennyire figyelted, nem néztem meg. Igen, igazából az is egy érdekes koncepció volt. Én azt gondolom, hogy az simán elő tud jönni, annak alapjai szinte mindben vannak, sőt, mindben vannak, hiszen javarésze ratt. Talán egyedül a fejlett bölcsesség zuhan ki abból a deckből, de nem tudom, hogy az mennyire eszenciális darabja. Bár nyilván hiányozni fog, de nem... Hát, ez nagyon fog hiányozni a fejlett bölcsesség. Igen, az szerintem is rengeteg deckből fog az hiányozni. Én is azt gondolom, hogy egyébként elsősorban kontrollom. Nyilván én a csatamezőkre járjakra számítanék elsősorban. Nem tudom, hogy te hogy látod. Hát, meg szerintem amúgy előjöhetnek ilyen deckek is, hogy szerintem a Bubuk Varga az lehet, hogy előjön. Bubukvarg, tényleg bubukvarg. Aztán előjött a... Hát ilyen korlátozó szabálylapok, hogy börtön, bilincs. Igen, főleg úgy, hogy az összes bűbájban van. Én kíváncsian várom, hogy a február 5-i Excelsiorban, mint első beszűkült... Ja nem, talán a Dungeon lesz a jövő szombaton az első beszűkült. Kíváncsi leszek, hogy a Dungeon versenyen hogy alakul. Milyen deckek mennek. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok. Kommentálni tudtok lent a videó alatt. Nagyon szépen köszönöm. Hamarosan érkezik egy a sorsolásról is egy videó, illetőleg fog érkezni egyéb témában is, nem csak HKK-sban. Úgy néz ki, hogy hamarosan egy Argus City videó is a világot fog látni. Sziasztok! Sziasztok!